Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok! Egy picit megkéstem ezzel a videóval, kicsit korábban szerettem volna föltenni. Ezt nézzétek el nekem, egy kicsikét húzós időszakban vagyok, tehát most be kellene fejeznem a diplomamunkámat és felkészülni az záróvizsgáimra. Ezen kívül még 3 vizsgám is van, úgyhogy ezt most egy kicsit ilyen gyengébb videó fognak következni, illetve nem fogunk videót következni. Amikor jöttünk haza Playitről, beugrottunk a budaörsi Oceanbe, mivel fáradtak voltunk, inni kellett egy kávét, enni kellett valami kis vacsoraszerűséget. Úgy gondoltam, körülnézek az Oceannek a műszaki osztályán, kíváncsi vagyok, mit találok, valami érdekeset. Ja, találtam is valami érdekeset, méghozzá ezt a kis Selectline kamerát, ami egy Ocean márkás akciókamera, viszont irreálisan olcsó volt. 14.999 forintért vettem, és nem vártam tőle túl sokat, mivel ennyi pénzért még eBay-ről is csak kínai vackot lehet rendelni. Viszont kellemes csalódás volt, mert az árához képest használható. Annyi problémája van, hogy egy kicsit nem mindig találja el a fehér egyensúlyt, és mivel csak automata beállítás van rajta, mert a menü eléggé le van egyszerűsítve, ezért nem is a legjobb emiatt, de kültére használva egész jó kis kameraknak bizonyult. Szóval megláttam, mondom, ez kell nekem is, mert megérdemlem, mert ügyes vagyok, stb. Meg is vettem magamnak, és nem bántam meg, mivel van egy széles látószögű 720p-s felvételre képes kamerám, aminek sokkal jobb az autofókusza, mint ennek a Panasonic Lumixnak. Úgyhogy most ezt fogom nektek bemutatni, így pontról-pontra végigvenni, mi van hozzá, meg mit tud. Láthatok belőle próbavideókat, igazából már láthattatok ezt a kamerát működés közben, ugyanis ezzel vettem föl a tabletjavítós videót. Láthatjátok ezeket a fényvillódzásokat, a színváltozásokat. Valamiért összeveszett a lámpámnak a sárgás fényével és a pulóverjának a szürke színével, és ezért egy picikét néha furcsa a kép, de ettől függetlenül egy egész jó minőségű kamera, ahhoz képest, hogy egy kínai kopintása. Úgyhogy egyébként még fofás, nekem nagyon tetszik ez a fekete-fehér design, igaz, hogy ezt is lopták, de ez kit érdekel. Nagyba hasonlít az EasySnap kamerámra, de azt hiszem, ezt nem kéne neki felróni, hiszen ugyanúgy belterjes kínai, semmi nincs róla az interneten, de tényleg semmi, ilyen, hogy Selectline akciókamera, ezt sehol nem találtam meg, úgyhogy ez valami kis szériás, mosolyméretekben kis szériás, saját márkás valami. Viszont nagyon jó lesz ilyen gyepálós kamerának, ami azt jelenti, hogy kirakom a kocsi oldalára. Hát a leesik és összetörik, reméljük a memóriakártya túléli benne, a többi igazából nem annyira vészes, mert 15.000 forintért rendben van, hogyha egy GoPro repül el, az mondjuk elég ciki. Ez áll le forint, hogy csak úgy repül a levegőbe. De az első akciókamera, ami szerintem az árához képest egy nagyon jó kamera, az utolsó darab volt, amit elhoztam, ugyanis vicces volt, mert ki volt rakva egy ilyen kamera ugye a bemutató darabok közé, meg a több ilyen akciókamera is, és benne volt ebbe a tokjában, tehát ebbe a vízálló tokban, és ugye le volt lakatolva, de csak maga a tok. És ott volt a tok, a kamera már nem volt benne persze, mert ott mindjárt kilopták belőle mind az állat, és akkor arra jön az egyik menedzser, aki látom, hogy top menedzser rá van írva. És táblácskájára, hogy ő volt a műszaki osztálynak a főfő helyesen, mondom, jó eset kívánom, hogy este volt már. Jó eset kívánok, azt hiszem megkérdezni, hogy ebben az akciókamerában merre találok egy dobozos darabot, hát nem volt ott sehol se a polcokon. És erre benyögi menedzser, hát az lehet, hogy csak tók, mert az csak ilyen olcsó. Látszik, mennyire ismeri a saját részlegének az árukészletét. Mondom, már elnézést, de akciókamerának van írva itt is, meg ott jelen is volt egy ilyen árkirakva, ahol ugye a maga a termék van dobozva mindennel egy ilyen biztonsági műanyag dobozba. Mondom, már elnézést, de valószínűleg akkor ellopták belőle a kamerát, azt mondja, hát az nem lehet, hát az Hát mondom, nézze csak meg, ott volt egy másik akciókamera, ez egy kicsit drága, de 30.000 forintos, ugyanúgy kínai. Megfogtam, így kinyitottam neki, kivettem belőle a kamerát, egy zsebre vágtam. Akkor hát nézett a faszik, hogy ezt el nem lehet mondani, és így nézd rám, így bazd meg. Mindegy, szerencsére az egyik Canon fényképező dobozom mögött találtam egy ilyet, úgyhogy utolsó darabot elhoztam, tök szuper. És egy darabig remélem jó szolgálatot fog tenni, most kapott egy 32 gigás kártyát,
bőven elegendő lesz neki. Azt hiszem lesznek majd autós videók is, mert szerettem volna mindig is ilyen vezetős videót csinálni, mert akkor úgysem a kamerával figyellek, így könnyebb talán beszélni, egy kicsit frusztrál a kamera itt előttem, még mindig egyébként, és ha kocsiban vagyok, akkor úgyis előre kifelé nézek, nem nézek a kamerába, mondom a szöveget, anyázni úgyis szoktam, hogyha valami marul előttem tötymörög, tehát ez nem probléma. Lesz itt még minden, meg ki akarok még próbálni pár videófajtát, meg ki is rakhatjuk mondjuk a kocsi oldalára is, az első kerék elé például nagyon jól néz neki. Meg arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan válik le a bal első disztárcsám, mert kicsit nem a legjobb a felfogatása, és mindig így leválik, és arra kíváncsi lennék mehet közben egyébként, hogy hogyan történik ez a így leválás. Úgyhogy arra még megint teljesen jó lesz. És az berakhatom a motortérbe is, hogy mi történik a motortérbe menet közben. Addig is lássuk, hogy mit tud ez a kis kínai kopintás akciókamera, illetve mit adnak hozzá ennyi pénzre. Egész szép doboza van, tehát ez egy ilyen kis egyszerű Selectline, ez az Osmo-nak a saját márkája. 5 megapixeles fényképeket tud készíteni, ami 1,3 megapixeles szenzor van benne, 720p-s videóra képes, van egy kétszoros, hát szerintem ez olyan 320x200 valamelyet, 240-es kijelző a kamera hátoldalán, lítium-ion akkumulátoros, USB kábellel, manuál a mindene, egy 9 méterig vízálló, és van hozzá egy-két ilyen ragasztós talp, és egy fej, ilyen fejkamera szett, mondja, hogy 720p-s videóra képes, illetve 5 megapixeles fotók, tehát ez interpolált 2 megapixeles fotók körülbelül, és kétszoros LCD kijelző. Amúgy semmit nem ír róla, tehát maga a manuál is olyan eszméletlenül szar, hogy semmit nem ír róla. Jó a csomagolása, ez a hagyományos GoPro kopintása. Egész kellemes kis tokja van, vízállóságát még nem tesztettem le egyébként, de lényeg, hogy van. Elvileg, 9 méterig, ami jó lesz nekünk, ez is műanyag tartóból volt, még egy kis doboz benne, igen, én már mindent kibontottam, tehát ez manuál, itt van hozzá az USB kábel, ez egy sima micro USB kábel, illetve mini USB kábel, van egy sima és egy hajlított, ilyen ragasos talpa, mindenre nem használható, illetve egy fejpánt, ami szintén nem a legjobb. Van benne egy papír is, amit igazából nem értem, miért raktak bele, tehát ez egy ilyen nem erítse a kamerát 9 méternél nagyobb mélységbe. Köszönjük. Ezt így bele van írva leírásra, és igazából semmi értelme nincs neki. Jó, ezek nem kell neki, de ennyit kapunk vele együtt. Úgy, ez most itt nekünk nem kell. Jöhet a lényeg. A Selectline akciókamera. Egész jó tokja, szerintem egyébként ez vízálló, még nem próbáltam ki. Ha megnézitek, ez egy kis fehér, apró kis kamera. Amit kapunk a kamerával, ez egy kétszoros LCD kijelző, van rajta pár gomb, ez itt egy módváltó, egy felvevő, egy képernyői kapcsoló, egy kibekapcsoló és egy SD kártya formázó gomb, illetve a halszemlencsés érzékelő, egy pici kis mikrofon és egy nagyon otthon minőségű hangszóró, amit igazából kis hagyhattak volna belőle, mert szörnyű hangja van. Van egy ilyen felakaszthatós kis rész, ami a nyakat lehet így akasztani, és akkor úgy lehet kamerázni vele esetleg. Majd még elmondom, hogy mi az érdekessége ennek a kamerának, de először is van neki egy akkumulátora, egy egyszerű kis 300 valahány milliampere órás akkumulátor, illetve nem 650 mAh akkumulátora van, ami nagyon jó, mert elég sokáig elmegy róla, tehát én még ezt nem igazán töltöttem, egyik USB-ről kell tölteni, a helyen microSD kártyának, amint látjátok itt, az akkumulátor fölött, és nem veszem ki. Egy 2 gigás kártyát raktam bele próbaképpen, de 32 gigáig bővíthető, úgyhogy nagyon jó. Kapcsoljuk is be, illetve most lehúzom ezt a fóliát róla, mert eddig rajta volt. Tehát bekapcsoljuk a kamerát. Csing csing. Erre a 2 gigás kártyára kb. 12 percnyi anyag fér. Ettől függetlenül egyébként nagyon hasonlít az EasySnap kamerára a programja, szinte ugyanaz az egész menüelrendezés, az ikonok, a képernyő, a minden.
csak annyi, hogy le van butítva. Egyébként olyan funkciója is van, tehát van egy sportkamera funkciója, van egy autós kamera funkciója, ami be van állítva, hogy a fényerő kikapcsolja. Van egy sportkamera funkció, egy autós kamera funkció, fényképező funkció, és ugye visszajátszik, ez a sportkamerával most itt, ez futó ember itt látszik. Átváltom fényképező funkcióra, most 2 megapixelre van állítva. Fényképek nem a legjobbak vele, de nem is arra van. Visszajátszás funkció. És egy autós kamera, ami azért érdekes, mert van benne gyroszkóp, így igazából teljesen jó képstabilitást lehet vele elérni. Ezt is használtam elég sokat, próbaképpen. Megyünk az autós, most a sportkamera módba. A leírása, ez a kis manuál, 23. oldalon kezdődik a magyar, semmi érdemleges információ nincs benne. Bele van írva, hogy mi micsoda a kamerán, mi hogyan működik, viszont az, hogy hogyan lehet a menü gombot előhozni, hogyan lehet, lehet állítgatni a beállításokon, semmi. Tehát videó és fotó nézet, ilyenek benne vannak, de azon kívül semmi. Erre úgy jöttem rá, hogy itt elkezdtem nyomkorászni a gombok között, sokáig ezt nyomkodtam a gombokat, sokáig nyomod a képernyő gombot, akkor bejön egy menü, ahol lehet felbontást, és ugye itt a föl legombok, ez a föl gomb, ez a legomb, ez pedig az OK gomba a videó. Itt a lehet állítani felbontást, hogy vegyél hangot, vagy ne vegyél hangot, LCD háttérvilágítás, lehet állítani, hogy önnyitott kapcsoljon ki. Én most szerintem ezt kikapcsolom, ugye ne kapcsoljon ki persze. Dátum idő beállítása, ez sajnos fontos lesz nekünk. Lehet nyelvet választani, van benne magyar, ami nagyon jó. És lehet az alapjátokra visszaállítani. Van egy firmware verzió, ez egy 2014-11.06-ai firmware, vagy firmware. Ezt nem tudom kimondani ezt a szót. Tehát... igazából ennyi. Van egy plusz olyan beállításunk, hogy G-szenzor. És lehet állítani, hogy mennyire legyen erős a G-szenzornak a befolyása a kameránkra, mennyire nyúljon bele a képbe, én most nagyra állítom. Egy LCD háttérvilágítás, dátum, nyelv, stb. Ennyi különbség van a kettő közt, nem nagy dolog. Az idegesítő hangokat nem lehet kikapcsolni belőle, ugyanaz a hang egyébként, mint az EasySnap-nek, egy az egyben. Maga a stílusa, a kijelző megjelenítése, az akkumulátor megjelenítése, minden. Tehát ez egy ilyen lebutított firmware, meg egyébként ha megnézitek a LED, amit benne van, csak nagyon ez látszik, kéken világít, van mellette egy piros LED, ugyanúgy, mint az EasySnap kamerán. Ha piros világít, akkor bevendugva a gépbe is tölt, hogyha kék, akkor meg megy és merül. Tehát ez valami nagyon koppintás. Halszemlencsével van felszerelve, persze, mint az összes ilyen videókamera. Egyébként egész értékelhető képet ad, szerintem jobb képet ad, mint ez a Panasonic kis fényképezőgépen. Úgyhogy én meg vagyok vele elégedve, azonban egy apró, de idegesítő probléma van vele. Mivel hogy egy autós kamera lett sportkamerává avanzsálva tulajdonképpen azzal, hogy a sportkamera módban kikapcsolták a G-szenzor lehetőségét, ami szerintem kurva nagy hülyeség, mert ugyanúgy használható sportkamera módban is ez a G-szenzor, legalább nem lesz annyira rászkódos a felvétel. Illetve autós kamera módban egy olyat még tud, hogyha bekapcsolod, akkor egyből elkezd venni. De mindegy, ez nem is lényeg, hanem az a probléma, hogy mivel ugye autós kamera volt eredetileg, valószínűleg, csak át lett dobozolva egy ilyen sportkamera méretű kis kockába, ezért a timestamp, tehát a dátum és idő megjelenik a felvételen, és nem lehet kikapcsolni. Tehát úgy nem lehet kikapcsolni, hogy sehol sem, sem a beállítások között. Én már 2 napja szórakozom ezzel, valami frissítés, vagy akármit találni rá, de nem sikerült eddig még. Egyébként megtaláltam már, hogy miről másolták. Egy GoClever márkájú kínai eszközről, GoClever Silver Extreme, vagy valami ilyesmi a neve. Mindegy, linkelni fogom a leírásban, de ettől függetlenül nem egy rossz kamera, nem azon mondom, csak frissítést, vagy egyéb támogatást nem fogunk rá találni. Maga a márkája miatt nem megtalálta, tehát így mint Selectline sehol, nem találtam róla semmilyen infót. Úgyhogy ez valami nagyon belterjes, nagyon kínai, nagyon osán márkás.
De ettől függetlenül gyepálós kamerának jó lesz. Készítek vele néhány próbafelvételt, hogy lássátok, hogy körülbelül milyen képe van. Aztán döntsétek el, hogy szerintetek megérte azt a 15.000 forintot. Szerintem megérte abszolút. Annyit még róla, hogy elég kopogós gagyi műanyagból van, tehát ez a nagyon érezni rajta, hogy gagyi kínai anyag. Kicsit törékenynek is tűnik nekem. Van itt valami HDMI, mini HDMI csatlakozás, vagy micro HDMI csatlakozásnak a lehetősége, amit kihagytak ebből a projektből, de ettől függetlenül szerintem ez még ugyanúgy használható eszköz. Lehet, hogy szét is fogom szedni, mert kíváncsi vagyok rá, és akkor hátra találnék valami típus számot, vagy az áramkörön valami olyan jelölést, ami alapján kitalálhatom, hogy mi ez, vagy honnan van ez, és esetleg még talán egy javított verziójú szoftvert is tudok találni rá, de ettől függetlenül szerintem nem együtt lehet vele élni. Ha a tokját megnézitek, az szintén ilyen kopogós kagyi műanyag, egyébként igen párás, én nem tudom, hogy ez a GoPro-nál is így van-e, vagy az SC4000-nél, de maga a lencse az belülről párásodik, és ez elég zavaró tud lenni. Szerintem vízhatlanságával nincs probléma, ez a gumitömítés nekem jónak tűnik, még elég erősen rá van szorítva, a gombok mellett talán nem megy bele víz, meg esetleg itt sem, úgyhogy ez még talán nem is annyira probléma. Ettől függetlenül eléggé nagyon bazári műanyagnak hat az egész, de mit is várunk 15.000 forintért, tehát az egész eszköznek ki kell jönni annyiból. Egyébként megtaláljuk még ehhez hasonló kamerákat eBay-en is, de ott sem sokkal olcsóbb. Úgyhogy nem tudom, gondolom azért, mert az Ocean jó nagy szériában rendelte ezeket, ezért lehet ennyi amennyi. De ilyen tudású kamerákat, ami legalább ennyi tud eBay-en is, olyan 18-20 ezer forint környékén lehet venni, ami nem nagyon-nagyon gagyi. Úgyhogy én azt hiszem, ez egy igen jó vétel volt, tehát srácok, hogyha van a közeletekben Ocean, akkor szerintem, és mondjuk kell egy ilyen olcsó, igazából eldobható kamera, akkor vegyetek egy ilyet, ezt lehet gyilkolni. Szerintem kevésbé kár egy ilyenért, mint egy GoPro-ért, vagy akár egy SC4000-ért. Addig is jó poén, lesz velem a videó. 1080p-s autós kamera, G-szenzor nélkül. Anka, gyere! Plusz kamera 720p, G-szenzor nélkül. Mi van, Anka? Na, gyere! Igen, a kutyámat nézhetitek végig a videóban. Akció kamera mód. Maradj ott. Apci. Kutyus. Na srácok, én mindenképpen az autós kamerát fogom használni, méghozzá G-szenzorral, mert így akárhogy rázom ezt a kis kamerát, nem annyira vészesen rázkódik a kép. Egy apró hibája van ilyenkor a timestampen kívül, jó kutyus az Anka, hogy egyrészt, hogy a timestamp rajta marad, másrészt viszont, hogy bekapcsolod, akkor elkezd felvenni. Tehát igazából autós kamera módban vagy hirtelen leállítani, amikor bekapcsolod, vagy élvezi az Anka. Nézzetek, hogy szereti. Jó kutyus az Anka. Igen. Jó van. Gyere ide! Szia! Cuki kutyák nagy látószögben. Szia! Köszönjük szépen mindenkinek! Anka! Nézd ide! Nem? Filmezünk? Nem most fotogén? Fotogén vagy? Van. Túrjál bele a földbe, jó? Nem? El a kamerával?
El a kamerával, innen nem kamerázzak. Túl nagy sztár vagy ahhoz, hogy kamerázzanak, csak úgy mi? Nem? De azért simizés azon tetszik, mi? Jól van, nézzétek meg a lábát. Ezt a kis kéhenzdögöt. Imádja. We'll be right back.